Szeretettel köszöntöm, mint mindig, először házigazdáinkat, Blazovics László professzor urat, egyesületünk elnökét, Beli Albint, a Dorozsmai Ház Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnökét, és valamennyiük nevében tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket érdeklődésével. Engedjék meg, hogy személy szerint is köszöntsem dr. Barna Gábort, tanszékvezető egyetemi tanár, a történelemtudomány kandidátusa. Kis Ernőt, a Bálint Sándor Művelődési Ház igazgatóját. Gyernacki Karolt, a Csongrád megyei levéltár igazgatóját. Nem látom, de tisztelettel meghívtok a tüneményes Anna Mária Pelka tisztelendő asszonyt, a Salvator nővérek egyik tagját, aki volt kedves kisegíteni bennünket néhány Bálint Sándorról szóló, már elkészült nyomtatvánnyal és képpel. Köszöntöm a Mária Légió jelenlévő tagjait. Bogori József, Ágostont, irodalomtörténész, művelődés történész. Fábri Gézát, zene és énekművész és tanítványát, Kocsis Ádámot. Nem tudom, megjelente Bere Zoltán úr, a Szeged folyóirat főszerkesztője. És engedjék meg, hogy szívem csücskeit, Mezőhegyes képviselőit szeretettel köszöntsem külön, és megköszönjem Kövesdi Sándorné Julikának, aki a Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület elnöke, a számos falvédő készítőjének és gyűjtőjének, hogy adományozott is erre a rendezvényre. Köszöntöm Hadrik József írót, költőt, és bár az iniciáliában még a grafikus és szobrás is szerepel, úgy tudom, mára ezek már a múlt. És nagy szeretettel köszöntöm Nagy Gábor néprajzkutatót, bőrdudás művész. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, Kiskun Dorozsma vendégeit, főtisztelendő Bordos Ferdinándot, a Keresztelő Szent János templom plébánosát, Nyár Imrét, a katolikus kör elnökét, Bocsai Györgyöt, a Hozsánna kórus karnagyát és a kórus tagjait, és köszöntöm Bálint Istvánt, a katolikus egyházközség korábbi világi elnökét. Kedves Kiskun Dorozsmaiak, kedves egyesületi tagtársaim, kedves mindannyian, az első szó, az ének, a dal, Mária énekek következnek. Mint tudják, ezt a rendezvényt a Közéleti Kávéház a Csongrád megyéért honismereti egyesület és a Dorozsmai Hagyományőrző Kulturális Egyesület szervezte Bálint Sándor emlékére. Igyekeztem egy rövid, frappáns összefoglalót összeállítani, de bárhogy kínlódtam is vele, végül is úgy gondoltam, mire ez a rendezvény, ez a program befejeződik, mindannyian többet tudunk Bálint Sándorról, és szívünk mélyen őrizzük, még élünk, mintha én most bármit itt összehozva néhány mondatban elmondanék előzetesként. A zene Fábri Gézától, zene és énekművésztől, tanítványától, Kocsis Ádámtól. Kérem szépen, ha valaki nem tudná, akkor Fábri Géza, matematika-fizika szakos tanár. A magyar népzene jeles képviselője,
Kobzos énekmondó, a Vajdasági Táncház mozgalom egyik elindítója. Több egyesület alapítója és jelenleg is tagja. Hálásak vagyunk, amiért elfogadta felkérésünket, és ha hiszik, ha nem, jó szolgálatként. Kérem szépen, hallgassuk Fábi Gézát és Kocsis Ádámot. És a következő dal is nem erről a vidékről ismert, legalábbis ez a változat, hanem Moldvából. Thank you.
tekintik, nagy magos mennyekbe, föl tekintik, nagy magos mennyekbe. Nyitva láttam mennyország kapuját, nyitva láttam mennyország kapuját, azon belül mennyország ajtóját, azon belül mennyország ajtóját. Azon belül egy terített asztalt, azon vala egy rengős bölcsőcske, azon vala egy rengő bölcsőcske. Ül vala mellette anyám Szűz Mária, ül mellette anyám Szűz Mária, a lábával renget jeti vala, a szájával új dobálja vala. Pócsai György vezényel.
kedves vendégeim! Én a zenehallgatással úgy vagyok, hogy utána már nem is igazán jól semmit sem csinálni, de végül is most tudjanak olyasmiről, hogy a művészeket azért kellett előre venni, mert mind a művész úrnak el kellett menni, mind a kórus néhány tagjának, és a karnagy szállítja azt a két-három szemét. Most következik rendhagyó módon a megnyitó. Blazovics László, emeritus professzor, egyesületünk elnöke. Parancsolj! Igen. Szeretettel köszöntöm a résztvevőket, jelenlévőket. Szeretettel köszöntöm a szervezőket, a Deli család tagjait, Bogó József Ágostont, Kovásné Faltinát Lőbetet, a moderátort, aki legutolsó Szegedbe írt a dorozsmai tájház és gyűjtemény beindulásáról. Figyelmükre ajánlom ezt a Szeged számot. Hosszan tárgyalja az interjújában Deli Albinnal azt, hogy hogyan született ez az alkotás, amit önök számára készítettek, és gyönyörködhetnek bennük. És úgy gondolom, hogy nem egyszeri dolog volt, hiszen újra itt vannak önök, és él a honismereti gyűjtemény, él a dorozsmai hagyományőrző és kulturális egyesület, és kívánom, hogy hosszan éljen. Ehhez két oldalról kell erő. Az egyik az, amely a szervezőké, akikről már említést tettem, a másik pedig önök. Előttem példaként a zsombói népfőiskola elevenedik meg, amely lassan már 50 éve működik. Az akkor a előző korszakban, nagyfülű világban kertbarát körből alakult, az akkor működhetett, mert az, hogy ott előadások vannak, és ki tudja, hogy mit mondanak, az gyanús. Így, de a kertbarát kör az nem. És azóta működik, és abból kifejlődött egy csodálatos népfőiskola. Hát én is azt kívánom, hogy itt is megtalálták a szervezők a katolikus kör, Mária Légió, egyéb helyi egyesületeket, amikre támaszkodva lehet dolgozni, amely szervezeteknek a tagjai eljönnek majd egy-egy előadásra, amelyeket ők nagy szívvel szervezni fognak a későbbiekben is. Mindez önmagukért van. Ehhez nehéz hozzászokni, de a mi világunkban erről van szó. Csak nem utalok másra, mint az olvasó körökre, amelyekről önök nyilvánvaló hallottak, amelyeket ott 50 körül szüntettek meg, amely olvasó körök a tanyavilágban a kultúra terjesztői voltak, általában egy-egy iskolához, tanyai iskolához kapcsolódva. Tehát önmaguk tartották fel, az önmaguk művelődésére és szórakozására. Igen nagy dolog. Az önök egyesülete is, a Hagyományőrzés Kulturális Egyesület is valami hasonlóba vágott bele, és a tagjainak nyilvánvaló a támogatásával, az önök támogatásával, és ez rendkívül fontos dolog. Egy magasabb színvonalat képviselnek ezáltal. Egy tudatos dolgot, hiszen végeredményben dorozsma azonosság tudatának az erősítésén fáradoznak. Azon, hogy mi dorozsmaiak vagyunk, és dorozsmaiak vagyunk, mégpedig úgy, hogy ez a még átfogható, lakosság számára átfogható település, ugye ahol az emberek ismerik egymást, ahogy Radnóti mondja, Radnóti után szabadon, és tudom, hogy kik mennek az úton,
ugye? Tehát az rendkívül fontos, hogy ismerjük egymást, és merre mennek az úton. Ezt önök tudják nyilvánvaló egymásról, kik és merre mennek az úton. És ezzel erősítik a dorozsmai tudatot, egy kicsit följebb vannak ezáltal a mindennapok rögös valóságán, a tenyeres talpas valóságon, hanem megemelik a lelküket, és ez egy óriási dolog. És egyúttal ápolják az értékeket. Mert ma meglehetősen értékvesztett világban élünk. Ennek sok oka van, most nem ez az én feladatom, hogy erről beszéljek. Minden esetre csak annyit mondok, hogy az információ áradatban elsikkadnak az igazi értékek. A globalizálódó világban elsikkadnak az igazi értékek, pedig ma is legalább annyi van, mint korábban. De ha mi őrizzük ezeket, őrizzük a hagyományainkat, őrizzük a múltunkat, akkor ezek mellett, az értékek mellett tudunk haladni. József Attila nagyszerűen fogalmazza ezt meg a Dunánál című versében. Látom, mit ők nem láttak, mert kalapáltak, öltek-öleltek, tették, amit kell. És ők látják azt, anyagba leszálltak, amit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat, enyém a múlt, és övék a jelen, verset írunk, ők fogják ceruzámat. Anyám szájából szép volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlás. Ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk, megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már, gyenge létemre így vagyok erős, ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, amely sokasodni foszlik, apám s anyám már válok boldogan, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé, így szaporodom. Vers lényege? Bennünk vannak az ősök, magunkba hordozzuk a génjeinkkel. Az ősök velünk, bennünk tovább élnek, és nekünk úgy gondolom kötelességünk visszagondolni, és rájuk gondolni, és mindazt az értéket, amit ők termeltek, tovább vinni a mai világba is. És ha ez egy kicsit is sikerül önöknek, akkor már megtették a kötelességet. Ez nem minden nap kell, hogy megvalósuljon, csak érezzék, hogy mi is ez tulajdonképpen. Mit köszönhetek, mit tettek, hogyan emelték fel a családot, hogyan adtak példát, hogyan fejlesztették a települést, ahol mindnyáján élünk. Hiszen akik ilyen velem egykorúak visszagondolnak a kisgyerekkorra, egész másak voltak a települések. A kisházak, a porosházak, a porosutak, ezek között járkáltunk mi és futkároztuk. Hát kérem, óriási a változás. És ezek a mi elődeink teljesítményei nehéz körülmények között tették mindezt. Nem egyszerűen. Mai gyerek talán ezt képtelen fölfogni. De önök azért vannak, hogy világosítsák meg az elméjüket, hogy honnan jöttünk, mert így tudjuk csak igazán, hogy hová tartunk. Hát ez az egyik, aminek örülhet egy honismerő, hogy ezen a szép ünnepségen részt vehet. A másik pedig Bálint Sándor. Személyesen kifejezetten örülök annak, hogy Bálint Sándor ügyét felemelte a dorozsmai kulturális egyesület, hiszen hosszú ideig nem ismerték, honismerők. Bár
többször megpróbáltuk hírelni, és hogy vegyék be a nagy honismerő közé Bálint Sándor. Persze nem könnyű ez vidékről, hiszen ő mindvégig ugye szegedi maradt, és tavaly volt egy országos honismereti konferenciánk, és külön egy jó délelőttet szenteltünk az ő munkásságának. Barna Gábor professzor is előadott ott, hogy beemeljék és megismerjék az országban. Megdöbbentő, nem, hogy ott volt 200-nál több honismerő, és hogy nem tudták ki a Bálint Sándor. Hát ez úgy is rányílt a szemük, hogy jé, hát ez... Hát volt ilyen ember is? Volt. A nagyszerű tudós végeredményben honismerő is volt, és szent ember. A tudóst ismerik talán jobban, aki mint a néprajz nagy mestere és tudója, ugye több könyvet tett közé a ünnepekről többek között. Ő volt a megteremtője, az ő neve, az ő elnevezése a szakrális néprajznak. Tehát ez a vallásos néprajz. Itt vannak szakértők, akik erről fognak majd beszélni. Én nem futok ebbe bele. Annyit azért jegyezzük meg, ha ezeket Bálint Sándor nem írja le, akkor ma már nem lehet leírni, és eltűntek előlünk ezek a képek, ezek a világok. A barokk katolikus világ morzsáit ismerném csak, talán ezzel egyetért a professzor úr, aki szintén ezt kutatja, részben, más, sok más mellett, akkor nem ismernénk ezt a világot. Ő örökítette ránk. És egyúttal a magyarság és a Kárpát-medence katolikus kultúráját örökítette meg. Az a Bálint Sándor, akinek ennél azért sokkal szélesebb volt a látásmódja, mert egyik legjobb barátja zsidó főrabbi Sejber Sándor volt, aki kiállt mellette, amikor ugye pere volt és börtönbe akarták csukni. No, tehát ennyit a tudományáról, és a tudományáról még egyet, amiről úgy megfeledkeznek, egy csodálatos mű, a Szegedi Szótár. Nagyon kis példányszámban jelent meg, olyan 40 ezer forintért árulják ma. Igen, és persze ingyen meg lopják, tehát a közkönyvtárakban talán ezért nincs meg, mert egyszerűen nem is mindenki a pénz miatt, hanem hogy mi van benne. Tehát a szegedi tájszótár ez tulajdonképpen valami csodálatos dolog. Én néha csak úgy pihenésképpen szoktam belőle olvasni, és rádöbbenek, hogy milyen óriási gyűjtő munka, nyelvészeti munka ez tulajdonképpen, nyelvészet. Ő nyelvész is volt. Hát ő tette közzé a 1522-es szegedi tizedjegyzéket. Tele nevekkel, mindennel. Ebből tudjuk, mekkora volt Szeged lakossága abban az időben. Az országnak a második legnagyobb városa volt népességet, illetően körül 8-10 ezer lakost számlált. Ugye Buda és Pest együtt volt 20 ezer, külön-külön 10 ezer. Tehát utána a többi az olyan 2-3 ezres város volt tulajdonképpen, tehát ezt ne felejtsük el. Ilyen nagy kultúra jött létre ezen a tájon. Na, ő volt az első, aki ezt közzétette, meg a reneszánszról, a szegedi reneszánszról szóló kötete is nagy jelentőség volt. No, de nem húzom tovább ezzel kapcsolatban az időt, sokat lehetne beszélni róla. Ő, aki a Szeged történetéről is sokat írt, az egyes városrészek történetéről is. Ez aztán mind megjelent a Szegedi Nemzet köteteiben, ami három kötetes, és nagyszerű alkotás, igazán szórakoztató olvasmány. Írásművész is volt tulajdonképpen, ha igazán belelendül. És egyúttal honismerő. A saját hazáját, a saját szülőföldjét kiválóan ismerte, és nem csak ezekben a művekben fektette le, kevesen tudják, hogy
óriási gyűjteménye volt, amit a múzeumnak adományozott. Ugye nincs ebből állandó kiállítás, de szentképgyűjtemény, könyvgyűjtemény, kettárgyűjtemény, óriási mennyiséggel. Panaszkodott is, nem is tudja, hogy pontosan kire hagyja, kik fogják ezt igazán majd gondozni. Óriási munka az, amit ilyen módon összegyűjtött. Sokfelé levelezett egyébként. Két nyelvet tudott kiválóan, latint és a németet, úgyhogy a kérdéseket külföldi tudós társainak ugye németül fogalmazta meg, akik aztán válaszoltak, mert nagyobb tekintélye volt abban az időben kint, mint Magyarországon. Tehát végeredményben harmadikként pedig, ugye most már a honismerőről is beszéltem valamennyit, harmadikként a szent ember. Az, aki végig kitartotta hite mellett. És nem tagadta meg. Pedig nehéz időkben élt, hiszen egészen más irányba mozdult az állami politikai szemlélet. Ő megmaradt. És hitt abban, hogy az, amit a elődei vallottak és hittek, az igaz. És hozzá kell ragaszkodnia ezekhez a gondolatokhoz és nézetekhez, mert így nem csalja meg a szüleit se. Nem lép túl rajtuk. És ezzel nem egy alkalommal ugye vallomást és hitet tett tulajdonképpen. Nagyon dicsérendő mindaz, amit e tekintetben is képviselt, és végeredményben az élete, a magánélete is ilyen jellegű volt, a családjával való törődésre, ha gondolok. Nem véletlen, hogy elindult a szentélyavatási, illetve a boldogavatási per. A történeti tanácsnak az egyik tagja e tekintetben itt ül közöttünk, majd ő efféle dolgokról nyilvánvaló szólni fog a templomba. Nagyon jól és szépen mondja el ezeket a dolgokat. Minden esetre úgy gondolom, hogy Csanádi püspökség és a ma Szeged Csanádi püspökség tulajdonképpen milyen nagy örömmel tudná fogadni, hogy az első püspöke szent lett, Szent Gellért, ugye? És utána a 20. században élt egy olyan ember, aki méltó arra, hogy elinduljon a a boldog avatási pere. A szent, a szent. Annyit még erről, hogy a szent az, ne gondoljunk itt nem olyan csodákra, az egyház tagjai elé példaként állítja. Ezért a szentek azok példák. És a boldogok is azok, a boldogok helyi szentek tulajdonképpen. Ez a lényegük. Ugye az nem Franciaországban, Kemperben, az Atlanti-óceán partján tisztelik, hanem itt tisztelik az itteni, mondjuk majd Bálint Sándor, aki egyelőre tiszteletre méltó névvel illetendő, mert már Rómában van az ügye. Tehát tulajdonképpen ez is jelentős dolog lenne. Volt itt egy ember, egy civil, egy világi, aki megérdemelte azt, hogy mint fehér mártír, tehát akit nem végeztek ki, eljusson egy ilyen grádusra. Hát kérem szépen, éppen ezért úgy gondolom, Péter László professzor javaslata nyomán, akit mindjárt itt
névről legalábbis ismerünk, hogy ez az egyesület vállalja föl, hogy egyszer egy évbe, talán Bálint Sándor születési évfordulójához kötődve tartson egy konferenciát, vagy egy előadást, vagy egy egyéb koncertet, vagy valamit a templomban, amivel emlékeznek Bálint Sándorra. Eféle szervezés még nem indult el, önök lennének e tekintetben az elsők. Hát kívánom ehhez önöknek a sok erőt és energiát, kívánom azt, hogy sokszor jöjjenek össze egymásnak örülve, mert a mi összejövetelünknek ez is igen nagy lényege. Kívánom azt, hogy kellemes érzéssel figyeljék a további előadásokat, és úgy gondolom, hogy még én is elő fogok itt fordulni, ha úgy érzik, hogy éppen hallani akarnak, de csak akkor én nem tolakszom. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, professzor úr, és kedves vendégek, ha hiszik, ha nem, ez töredéke vázlat annak, amit ezután hallani fogunk. És most igazán örülök annak, hogy még véletlen se kísérheltem meg összeszedni egyetlen mondatot sem Bálint Sándorról, akit én alsóvárosiként személyesen is ismertem, és ugye nekünk Sanyi bácsi volt, és azóta is nagyon sokat hallottam egyik taktársunktól, a tápai Molnár Marikától, akinek szintén személyes ismerőse, és az ő családjának. Mégis nagyon nagy odafigyeléssel és érdeklődéssel fordulok az előadások felé. Most Bogoli József Ágoston, irodalomtörténész következik. Professzor úr, parancsoljon! Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság, tisztelt Bálint Sándor érdeklődő közönség. Már az első mondatban le kell szögeznem egészen dinamikusan, hogy az önök érdeklődése nélkül a Bálint Sándor emléknap Dorozsván nem jöhetett volna létre. Itt most arról van szó, hogy bizonyságot adtunk arról, miként élünk mi együtt, ezt úgy mondjuk latinul, hogy convivio, tehát milyen a mi együttélésünk a város Bálint Sándori öröksége, akkor, amikor már itt egy tájház is magasodik. Általában tudós halálával a tudós életműve tudománytörténeti értéké magasztosul. Ebben az esetben is igaz ez, azonban itt arról lehet beszélni, hogy az életművének a sugárzása kiterjed, valamilyen értelemben kiterjed, és azért, mert ha az emberek fel tudják emelni a szívüket, ha tudnak odafordulni, ami az ő üzenetében, teljesítményében nem csak a szűk tudományosság verkein belül nagy érték, hanem emberközi, ha tetszik, akkor szívhez szóló, akkor ezen az úton valóban ki fog terjedni, és feltehetjük a kérdést nagyon verősen, ki volt Bálint Sándor? Tudjuk, többen állítják, kiváló honismerő, néprajztudós és szent ember. Hozzá kell tennünk, hogy hétköznapi életében is összetett személyiség, nem szabálytalan, hanem inkább összetett, tudományosságában is interdisziplináris összetett személyiségről van szó. Hiszen művészettörténeti munkája is van, hiszen szigorúan tájtörténeti értelmű néprajzi összefoglalása is van, ami a jelenlegi Európai Unióban a regionális tudományok tárgyköre alá sorolható, tehát tulajdonképpen korszerű címkékkel is ellátható. Említettem convivio, és említettem, mondanám latinul, sur sum corda. Tehát emeljék fel a szívünket, emeljétek fel a szíveteket azért, hogy ebben a közösségben valamilyen módon Bálint Sándor öröksége fénybe kerüljön és megvilágosodjon. Ezért hoztuk létre, ezért szerveztük meg
az önök támogatásával a mai Bálint Sándor emléknapot. Tehát mondhatnám, mint egy paradox módon, hogy a tudós életműve halálával 1980-ban lezárult. Nem egészen így történt. Hogy itt vagyunk, ez bizonyítja. Együtt élünk az örökséggel. A múlt értékei itt vannak velünk, de ez nem zárványszerű elzáródás a tudományban, hiszen a mai kor igényei szerint nyitottak vagyunk erre az örökségre, a befogadására és a folyamatos közvetítésére. Azért jó, ha most azok figyelnek jobban, akik kevésbé ismerték eddig a munkásságát, mert időhöz és erőhöz mérten megpróbálom sűrítettel összefoglalni, hogy milyen módszereket fejlesztett ő az egyedi tájérték felismerésére, és a táj ökológiai problematika kutatása és művelődési értékeinek értelmezése amúgy is a jelennek a feladata. Ezekben az irányokban is iránymutató volt. Szakszerűen úgy lehet mondani, hogy a történeti kultúrtáj néprajzi mintázatát alkotta meg a szegedi nagytájra vonatkozóan. A nagytáj pedig azt a nagy kirajzási körzetet mutatja, szinte 100 kilométeres ívekben és síkokban, rajzolatokban, Szegedtől, Szeged középponttal, ami a történeti kultúrtáj néprajzát jelenti, és összefoglaló tudósi teljesítményt hozott létre, az említett, pontosan mondom a címét, a Szegedi Nemzet, a Szegedi Nagytáj Népélete című művének első részében, tehát első kötetében, második kötetében és harmadik kötetében. Hozzá kell tennem, hogy az első kötet 1977-ben jelent meg, 76-os évjelzéssel, a Móra Ferenc Múzeum évkönyveként, és a második kötet pedig 78-ban, szintén korábbra datálva. A harmadik kötet pedig 82-ben jelent meg, akkor látjuk azt, hogy valójában a halála után jelent meg. Tartalmilag pedig most külön kiemelem, hogy miről is szólnak ezek a kötetek. Érdemes velük megismerkedni. Az első kötetben a település, a társadalom, a ház, az otthon, a tanyai porta, a vízi élet, a pásztorkodás, a jószágtartás, a mezőgazdaság néprajzi vonatkozásai dolgozza fel. Hát természetesen a szegedi nemzetre, szó szerint a szegedi nagytárra alakítva a feldolgozást. A feldolgozás módja tapasztalati alapon épül fel. Ő nem csak gyalog, motorbiciklivel, személyesen járta a tanyákat, találkozott az emberekkel, beszélgetett, de nem riportszerűen dolgozta fel, hanem a néprajzi tudóshoz méltó szerkezeti és forrásfeldolgozási módszerrel. A harmadik kötet is különösen érdekes a második mellett. A másodikban inkább a közlekedési iparágak, a vásár, a piac, a mérték és vendégellátás, a táplálkozás, a háztartás, élelmezés és háztartási iparágak, a népviselet és a viseleti iparok néprajzát tárja fel. Látjuk azt, hogy teljesen elmélyült, ahogy a francia kulturális antropológia nyelvezete mondja, immersion total, teljesen belemerült abba a világba, amiből ő származott. Az ő kutatási módszereinek a belső emberi hitelessége azon is alapul, hogy ő alsóvárosi származású gyermekkorát itt élte, szeretetben, hitben bensőjé tette azokat az értékeket, amelyek a katolikus valláshoz kötötték, a szülői szeretetben elmélyültként nevelték föl, és így ezt a világot, az önökre jellemző világot teljes mértékben átélővé és hitelesen feldolgozhatóvá tette. Nincs a magyar néprajztudományban még egy ilyen tudós, aki ennyire autentikus, ennyire belülről tudja ezt a saját világát kifelé közvetíteni a tudomány számára és az orvosok számára. Tehát az ő egyenisége ebben is megnyilvánul, hogyha így szóban is próbálnám ezt érzékeltetni, az egyedi tájérték, amit ő kutatott, annak ő maga is egyedi tájértéke ilyen értelemben. A harmadik rész a kötetnek, amit kiemeltem, ott a nagyon érdekes, hogy a család külön fontos részt képvisel. Tehát nézzük akkor a család, a nagycsalád, a születés, a gyermekkor, a játék, gyermekjátékkal való foglalkozás, a katonáskodás, az esküvő, a lakodalom, az egészség, a betegség, a halál, a temetés, a túlvilág, az úgynevezett falusi jeles napok, a hitélet népi hagyományai, a nyelv, a beszéd, a népi kozmogónia, természetismeret, mesemondás, történeti mondák, történeti énekek és társ jelenségeik, és a balada témája szerepel. Tehát látjuk jól, átfogó szellemi értelemben is a
zenét ebben a kötetben Paksa Katalin feldolgozása egészíti ki, a táncéletet pedig Felföldi László, tánc néprajzi specialista dolgozta fel. Tehát látszik, hogy ő csoportban dolgozott akkor, hogyha úgy érezte, hogy van olyan terület, amihez szó szerint ő azt mondta, hogy nem ért. Értett hozzá, de külön felkért szakértőket, akkor fiatal szakértőket. Nagyon fontos az utolszónak az üzenete, a harmadik kötet végén olvasható, mert látszik az, hogy tovább gondolta a lehetőségét mindennek, Bálint Sándor, hogy kifejti, hogy a további feladatok elvégzése, tehát a nagy tárgyra vonatkozó további kutatás, a jövő nemzedékek feladata. Igazából nagyon bízott abban még a 80-as évek elején, vagy pontosabban a 70-es évek végén, hogy majd a 80-as évek elején meg tud újítani kutatásokat, de sajnos tragikus halála 1980-ban lezárta életművét. Tehát ahogy látták, ezen a helyen megpróbáltam röviden, tartalmilag is barátságosan tenni ezt a három kötetet az önök számára, és akik tudományosan tájékozódnak, vagy bibliográfiai értelemben akarnak elbővülni az ismeretekbe, azok számára javaslom Gyuris Györgynek a Gyuris György Bálint Sándor munkássága című bibliográfiáját, ahol mindent megtalálnak szinte, és Bálint Sándor könyvtáráról külön jelent meg címjegyzék. Nézzétek azt a fontos területet a továbbiakban, amiről még ma lesz szó. Ez a Bálint Sándor és a vallásos néphagyomány, azaz a szakrális néprajz területe. Mi az egyik leginkább ismert és fontos könyv ebből a tematikából? Bálint Sándor ünnepi kalendárium, a Mária ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából című kettőkötetes munkája és előzményei, a népük ünnepei 1938-ban kiadott könyve, a kereszténységben elbűvülő népélet naptárhoz kötődő szokásai tárja fel. Ugye sokan vagyunk úgy, hogy a nagyszüleinktől mindent hallottunk, szinte mindent tudtunk, hogy az év közben milyen ünnepek vannak, ahhoz milyen jeles dolgok tartoznak. Most, hogyha valaki ezt már nem tudja emlékezetből, akkor a Bálint Sándor féle említett két könyvet nagyon jól tudja gyakorlatilag arra használni, nem csak emlékeit eleveníteni, hanem ő maga saját magát ebben a hagyományban újból bele tudja élni és el tudja helyezni. Mit mondott a Bálint Sándor munkásságáról, vagy hogy vélekedik róla a néprajztudomány, annak is egy jeles képviselője, Erdélyi Zsuzsanna. Pár mondatot idéznék. Erdélyi Zsuzsanna írja, a Tiszatájban jelent meg 1987-ben ez a tanulmánya, ebből idézem. A táj és környezet szinte együttható késztetésére vált Bálint Sándor, a vallásos néphagyomány és a vele foglalkozó tudományák saját megjelölése szerint a szakrális néprajz művelője. Külön hangsúlyozza Erdélyi Zsuzsanna, hogy ezt a spirituális örökséget, mint történeti, mint jelen formáiban értékelte Bálint Sándor, és szem előtt tartotta a tudományközi és vallásközi kapcsolatait is. Kiemeli, nálunk Magyarországon Bálint Sándor volt az egyike, aki elindította a vallási néprajz nagyon is fiatal tudomány ágának ápolását, s hülye kitartva mellette európai szintre fejlesztette azt. Tevékenysége alapján egyformán tekinthetjük őt, mondja Erdélyi Zsuzsanna, tehát egyformán tekinthetjük őt irodalmárnak, művelődési szellemi vallás egyháztörténésznek, nyelvésznek, tárgyi és szellemi néprajzosnak, bizonyos témáival művészettörténésznek és ipartörténésznek is. Felfedi azt a jelenséget Erdélyi Zsuzsanna, hogy Európa szerte az ő kortársai, tehát Bálint Sándor kortársai szinte enciklopedikus módon mondhatta magukénak ilyen munkásságot, főleg a német tudományban. És kiemeli, hogy Bálint Sándor szétágazó érdeklődési körének és fölkészültségének megfelelően egymagában élte meg ezt a sokféleséget. Tehát, ahogy említettem, az ő tudósi személyisége is rendkívül összetett és egy bonyolult hálózatot alkot, aki ezzel megismerkedik. Hogy a tapasztalati és közvetlen élményükhöz is kapcsolódhassunk, külön említem, hogy a napsugaras, orrunzatú a háznak az élménye, gondolom mindenkinek az emlékezetében képileg is megmaradt, és lehet, hogy élt is pár évet egy ilyen házban, vagy esetleg közvetlenül minden nap találkozott a látvánnyal. Hozzá kell tennem, hogy amikor szavakat vagy fogalmakat tárunk fel, vagy említünk, akkor
ezt úgy lehet hirtelen visszakapcsolni, hogy a napsugaras oromzatú háznak a szögedi nemzet, illetve Szöged környékére vonatkozóan egyedi tájértéke van. Tehát sehol máshol igazából ez ilyen mértékben nincs. Azért emelem ki ezt a jelenséget, mert élményszerűen önök előtt ott van ez a látvány, és ennek a igazolására, hogy ez milyen fontos szellemi örökség, találunk Bálint Sándornál vonatkozásokat, külön kiemelési pontokat. Miről is van itt szó? Építészeti szempontból egyedi tájértéket képvisel a nagytárgy jellemző napsugaras oromzatú ház. Ugye ezt említettük már. A szakirodalom és a kutatási előzményekből ismeretes, hogy a Szent Háromság barokk ábrázolásával függött össze ez a látványképzés, amit az ács, illetve a házzal foglalkozó iparosság hozott létre, művészettörténeti és szakrális értékkel. Ennek a látványnak, a látvány megalkotásának a célja az volt, hogy oltalmazó, baj elhárító szereppel létrehozzanak a napi ősi szimbólumának megjelenítésével egy valójában keresztény jellegű, keresztény házat. Rendszerint a gyerektető gerincének végét egy kisebb ferde kocsikkal, csonkakonttyal zárták le. Az oromzat így keletkezett trapéz felületének motivumalasztása változatos, legjellemzőbb alsó a zsalugáter ív, felette a teljes napsugár és az eredeti istenszem kialakítása. A Szentléleknek az ilyenfajta megjelenítése, vagy népies fordulattal istenszemben mindent lát, ábrázolás nagyon jelentős a magyar, illetve pontosabban a Szeged környék és a szegedi népi építészetben. Aki makói, jól tudja, hogy Makón és Makó környékén is él ez a hagyomány, ugyanúgy a szegedi nagytár nagy térségében is. Azt lehet mondani még szakszerűen, hogy a zsalugáter ív fölött a négyszögletes szellőzőnyílásból kiinduló teljes alsó szakaszon végig fut egy sáv, és ezen teljes napsugár végig látszik. Ezek úgynevezett mintafaragványok, hagyomány átörökítő módon, és ezek tulajdonképpen a sarkokban lévő lejjezők, vagy lezárják a ritmust, nem törik meg a napsugarait, hanem szétosztják, és gyakorlatilag igaz, hogy meghatározott térben, háromszögben érvényesül, de olyan, mintha ezek a sugarak a végtelenbe szállnának szét, mint ahogy igazából is, hogy hány ágon süt a nap, 700 ágon süt a nap. Tehát ezt azért próbáltam itt így egyrészt építészeti szakszavakkal is, népi építészet szakszavakkal is megjeleníteni, mert ezt minden nap látják önök, és látták is. Kérem, hogy ahogy mondtuk, szurszunk korda, emeljük föl szívünket a látványhoz, és sugarazza be ez a látvány a bensőkben azt, hogy ez lehetséges úgy is, hogy ennek a néprajzi értékére mindig gondoljunk, és arra, hogy örökrevelése állapotban van, igaz, hogy nem kőben, hanem fában. Bálint Sándor néprajzi szemlélete és a jelenkori örökségvédelem szempontjai kiválóan összeegyeztethetők. Mert a táj a megőrzendő és megújuló értékek szintere. Bizonyítja ez több kulturális örökségvédelméről szóló törvény, és bizonyítja az Európai Tájegyezmény is, amit Firenzébe írtak alá, és bizonyítja az is, hogy a Magyar Néprajzi Atlasz adatai fényében is nagyon is világosan meglátszanak azok a törekvések, melyeket a szögedi nemzet népéletét feltáró Bálint Sándor munkássága megalapozott. Itt, ahol én állok, a mellettem ülő professzor úr születésnapjára, 60 esztendős születésnapjára kiadott kötetben jelent meg egy jeles tanulmány Borsos Balázsnak a Szögedi Nemzet a Magyar Néprajzi Atlasz adatai tükrében címmel, erre utaltam. Az azt jelenti, hogy a tudománytörténet nem halálos ágy bizonyos értelemben, ahol fekszenek a tudósok és az illetőjük, hanem egy olyan hely, ahonnan a halott föl kell. Hic mortui vivunt, hic muti locuntur. A halottak élnek és a lévák megszólalnak. Azért, mert a Bálint Sándori életmű, meg kell, hogy mondjuk, képes rá. Képes volt a Bálint Sándori életmű, ha nem is tudták ilyen aprólékosan tartalmilag, hogy miről szól, milyen az összetétele, ide vonzani önöket a Dorosmai Tájház udvarába. Ez valójában nagyon nagy dolog. Utolsó
fejezetként fölhívom a figyelmet arra, a tisztelt közönség figyelmét, hogy most ugye ebben a hónapban Mária névnap. Boldogságos Szűz Mária névnapja van, és kiváltképpen Bálint Sándor ünnepi kalendárium című könyve ebből a szempontból aktuális. Annak üzenete aktuális. Bálint Sándor ünnepi kalendárium alcíme a Mária ünnepek és nyeresebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából című kettőkötetes műve, a Szegedi Nemzet, a Szegedi Nagytár című Nagytár népélete című művének három kötete. Hozzá kell tennem, hogy az egyetemes európai keresztény művelődés és a régiók Európája számára megismerésre ajánlható. Szinte azonnal le kellene fordítani angolra, szakszerűen, hogy látvalással mindenki is olvashassa az egész világon, hogy ez a kultúra, ennek a kultúrának a belsőségessége mennyire tud világítani Európa történetében és a jelenkori Európa számára is. Mert a keresztény világkép elemét hordozó népi vallásosság és a közép-európai hagyományvilág, valamint a régiónk, a szegedi nagytáj népéletének tradíciója az európai egységgondolat szempontjából is fontos. Csak egy ilyen műszót említsek brüsszeli szakszótárból, kohézió. Mi az, ha ez nem kohézió, hogy mi itt vagyunk? Mi az, hogy az, amit Bálint Sándor a nagytárra vonatkozóan hagyományi értékkel felmutatott, az valójában történeti síkon, és a jelen értelmében is a világhoz való viszonynak egy kohéziós fölfogása, ugyanis a nagytáj feltárása során, tehát a szegedi nagytáj feltárása során elbeszélt azonosságtudat, a hit, a természeti környezet meghatározó hatással van a mi kultúra szemléletünkre. Bizony ez így van. Isten szolgálja, Bálint Sándor, a Szolgálat szeretett példaképe címmel Barna Gábor szerkesztésében jelent meg legutóbb 2017-ben, tehát idén Szegeden egy kis kötet. Ebben a kötetben a 31. oldalon olvashatják Bálint Sándor számunkra rendkívül fontos sorait. Ezekkel zárnám a rövid előadásomat. Idézem. A néprajzi kutatásban, a néprajzi szemléletben elmaradhatatlan tényező a humánum. Szóval az európai népkultúrák például a természetes helyi különbözőségek ellenére olyan testvériségben élnek egymással, amit csak mondjuk egy néprajzi kutató lát be. Vagy mondjuk egy jó, intuitív, lelkületű költő. Vagy pszichológus. Idézet vége. Hozzáteszi még, hogy itt az örök emberinek a kifejezéséről van szó. Vagy hozzátehetjük, hogy a katolicitásról van szó, valamilyen szempontból katolikus, egyetemes. Tehát záró mondatommal külön kiemelem, Bálint Sándor életműve az egyetemes kereszténység és a magyar kultúra szolgálatában tevékeny néprajztudós kimagasló teljesítményeként értelmezhető. Ezen az úton járunk, amikor itt és most Dorozsmán Bálint Sándor emléknapon ezt a hagyományt megünnepeljük és élővé tesszük. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen Bogolé tanár úr összefoglalóját, és most egy csipet helytörténet következik. Deli Albin, a Dorozsmai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnöke a dorozsmai kolera járványról. A hétfájdalmú szűz tiszteletére épített fogadalmi kápolna történetéről mesél. Szeretettel köszöntök mindenkit, mint házigazda engedjék meg, hogy köszöntsem a meghívott vendégeinket, kedves dorozsmaiakat és mindazokat, akik érdeklődésekben jöttek hozzánk. Bálint Sándor munkásságáról Mária kultuszt emelnénk ki, ugyanis szeptemberben kis boldogasszony, Mária neve napja, és itt és most engedjék meg, hogy köszöntsem minden Máriát, aki itt van az udvarunkban, Radó Máriát, Batiz Máriát, és bár, aki még itt van vendég közöttünk. Mária kultusz Bálint Sándor munkásságába és Dorozsma helytörténetéhez összekötően egy szomorú történethez kapcsolódik. Ugyanis a kapun, ahogy bejöttünk, kétfajta kiállítást látunk. Egy egyházi vonatkozású szentképek, az Bálint Sándor szakrális kutatására vonatkozik, a másik oldalon pedig
a népi, a hímzett falvédők. De én inkább akkor most a Márik útot mondanám, a Dorozsmáj történetéhez viszonyítva, hogy itt áll egy szobor tartozaton. Ez az a szobor, ami Dorozsma történetét hordozza. Róla fogok most egy történetet felolvasni. 1831-re kell visszakanyarodnunk. Dorozsma újja telepítése után alig telt el 122 év, amikor az éppen berendezkedő családokra szörnyű veszély leselkedett. Ázsiában dúló kolera járvány utat tört magának, végig söpört Oroszországon, betört Lengyelországba, majd 1831-ben Kárpátokon át országunkba is. Veszély közelettével a hazánkban a nádor figyelmeztető körleveket küldött szét, melyben szigorú rendszabályokat írt elő a járvány megfékezésére. 1831. augusztus 4-én Dorozsmát is elérte a kolera járvány, és már az első napon 4 áldozatot követelt. Első áldozat Ungi István, 27 éves fiatal felesége, Holló Katalin volt. Ami ezek után történt, az Dorozsma történetében fekete gyászos betűkkel jegyezték be. Naponta 7, 9, 11, 12, 15 életet követelt a megállíthatatlan kegyetlen kór. Augusztus 17-én, 19-én és 25-én pedig 20 halottat vittek ki egyszerre a temetőbe. Egy hónap leforgása alatt 317 dorozsmait ragadott magával ez a járvány. Ezekben az időkben napjainkban lévő Széksúsi út és az Északi Sor és a Huga utca ülelésében lévő területen temetkeztek. Ám a kolera járvány áldozatainak az egyház területéből egy újabb területet hasította ki, napjainkban ez a Hősök ligete. És itt elkerített helyre temették el a kolera járvány áldozatait. 6 ember állandóan ásta sírokat egész nap. A halottakat azonnal el kellett temetniük. Dorozsmán a jajveszékeléstől, síránkozástól visszhangoztak az utcák, és számtalan családi ház ablakában ott pislogott a halotti gyertya, ami egy-egy családtag elvesztését jelezte. Az embereket szörnyű félelem fogta el, munkáikkal leálltak, és odahaza vagy a templomban Istenhez imádkoztak. A boltok bezártak, a piacot nem volt szabad tartani, forgalom megbénult, a harangozást megtiltották, és mindenki félénkkel remegve menekült az otthonába, de a ragály ott is megtalálta az áldozatát. A harangozást eltiltották, nehogy még inkább megrémítse az embereket. A lelkipásztorok önmagukat is fertőző veszélynek kitéve kimerített munkát végeztek, hiszen elmentek a betegekhez gyóntatni, azon kívül a templomban Isten tiszteletet tartottak, és reggeltől estig temettek. Ebben az időben Dorozsma papja Titler Ferenc volt. Dorozsmaiak lehajtott fővel, szívükben ennek megrázó tragédia szörnyű fájdalmával, tehetetlenül szemlélték, hogy egymás után mentek el mellőlük a szeretteik. Ekkor fogadalmat tettek, és itt jön Mária kultusz a Dorozsma helytörténetében. Dorozsmaiak erős hittel, Istenbe vetett bizalommal, kétségbe esedezve kérték a szűzanya közben járását a mindenhatónál e szörnyű kór megszüntetésére. A nép még egy fogadalma erősítette meg ezt a kérését. Ünnepélyes fogadalmat tett arra, hogyha a mindenható irgalmazni fog a népnek, és megszünteti kolerát, akkor a temetőben a 7 fájdalmú szűz tiszteletére egy kápolnát építenek. Nem kellett sokat várni. Kisasszony ünnepén. Márta Jolán 2 hónapos csecsemő volt, az 1831-es kolera járvány utolsó áldozata. 1831. szeptember 9-én a járvány hirtelen megszűnt. A dorozsmaiak ezzel teljességgel megtapasztalták Isten szeretetének hatalmasságát és erejét, ami hitben még jobban megerősítette őket.
Dorozsma újra telepítése óta településünk történetében ez volt a legelső, legnagyobb összekapcsoló esemény Istennel és a dorozsmai emberekkel. A nép ebből a tragikus események hatásából csak néhány év elteltével térhetett magához, mert Dorozsmán 1827-ben a járvány előtt 4 évvel 1092 ház volt és 7847 ember. 19 évvel később, 1850-ben alig volt valamivel több, csak 8717 főt tartottak nyilván. Tehát ebből is látjuk, hogy milyen nagy veszteséget okozott a kolera járvány a dorozsmaiak körében. Fogadalmat viszont nem felejtették el, de a nehéz anyagi helyzetük miatt csak 27 évvel később váltották be az ígéretüket. Ígéretüket két nagyszerű embernek köszönhetőleg túl is teljesítették. Mert igaz, hogy kápolnát fogadtak meg, de nem csak kápolna épült fel, hanem egy kálváriát hoztak létre. Az egyik nagyszerű ember Kálmán Mihály, aki 1855-ben 14 stációt emelt az épülő kápolna elé, a másik pedig Lajkó István, aki saját költségén 3 kőkeresztet hozott ott Lippáról, és a fogadalmi kápolna homlokzatáról helyezte el. A kápolnán napjainkban egy kereszt van, de remélhetőleg hamarosan mind a 3 fent fog lenni. A dorozsmai nép és a közösség összefogását, becsületét, Istenbe vetett hitét jelzi az a tény, hogy 1858-ban Kovács Pál településünk plébánosa felszentelt azt a kápolnát, melyre a nép ünnepélyes fogadalmat tett. Ezért nevezik fogadalmi kápolnának. És kinek a tiszteletére, mivel hogy ez fájdalmas esemény volt Dorozsma történetében, ezért a hét fájdalmunk szűz tiszteletére emelték ezt a kápolnát. Ugye szomorú, tragikus történet kötődik hozzá, ami családtagok elvesztésével jár. A szobor, amit itt látunk mögöttünk, ez a dorozsmai Mária kultusz kialakulásának kézzel fogható emléke, mely egykor a fogadalmi kápolnán állt. Az imént hallott történetre ez a szobor maradt ránk, és emlékeztet a történetünkre. Erre minden évben az egyház kisbúcsúval emlékezik, ami most lesz vasárnap. Tehát kedves vendégeink, a most következő vasárnap a Hősök ligetében, fogadalmi kápolnában ennek a történelmi eseménynek a tiszteletére, emlékére lesz szentmise bemutatva. Köszönöm szépen a figyelmüket, nem ragolom tovább, hamarosan megtekintjük a tájházat és a polgári épületet. Köszönöm szépen, szervesen illeszkedik az a történet egész lelkiségében a mai programunkhoz. Azt hiszem már éppen eléggé föltöltöttünk ahhoz, hogy hamarosan sor kerülhessen Barna professzor előadására, és tiszta lélekkel fogadhassuk be mindazt, amit ő mond. Még nem hallottam az előadását, de a hírét hallottam, úgyhogy én azt hiszem, hogy mindannyiunknak megéri, hogyha most egy rövid szünet, és a szünet alatt a tájház és a polgári helytörténeti kiállítás megtekintése után átmegyünk a templomba. Tulajdonképpen magához az előadáshoz is a legméltóbb keret a templom, de technikai oka is van, mert a professzor úr vetítéssel egybekötött előadást fog tartani, és ehhez megint csak ott tudtuk megteremteni a feltételeket. Tehát ezen kettős oknál fogva kérek mindenkit, hogy miután megtekintette a tájházat, a kiállítást, illetve a helytörténeti gyűjteményt, némi beszélgetés, poharazgatás, pogácsafogyasztás után lehetőleg közösen menjünk át a templomba. Én ugyan megkértem a
rendőrszázados asszonyt megint, hogy biztosítsák az átmenetelt, mivel a múltkor is biztosították, hogy végül is egy darab rendőrt nem láttunk. Én azt kérem mindenkitől, hogy figyelmesen menjünk át, tehát különösebb irányításra ne számítsunk, de nehogy véletlen baj érjen bárkit is. Én nagyon szépen köszönöm az eddigi figyelmüket, tessék egy kicsit lazábbra fogni, mert egy 20 perc, fél óra múlva Barna professzor úr előadását hallgatjuk. Köszönöm szépen!